1849. október 6-a. Ez a dátum örökké az aradi 13-akra és a szabadságharc hőseire fogja emlékeztetni a magyar nemzetet. Az Icsiligettől indulva a Fidelitas kezdeményezésére, hagyományokhoz hűen, nemzeti sorstragédiánk előestéjén fáklyás felvonulással emlékeztek meg a 13 kivégzett aradi vértanúról. Cserpalkovics András polgármester 2002-ben még a Fidelitas elnökeként egyike volt azoknak, akik meghirdették és megvalósították az emlékezést. Annak idején fiatalon mi indítottuk el, sajnos már nem ma volt, viszont nagy öröm, hogy azóta újabb és újabb generációk vették át a stafétát, és most megint fiatal fidelitásos hölgyek, urak azok, akik szervezik ezt a ma estét. Én bízom benne, hogy ez azt is jelenti, hogy igenis a fiatalok is mindig megmutatják, hogy értik és érzékelik a történelmet, de azt is, hogy ez mind a mai napig hat ránk, bennünk van, bennünk él, kötelességünk emlékezni és egyben emlékeztetni is, erről szól a ma este. A menetben, amely az Icsiligettől indult, ott volt Cserpalkovics András polgármester, Varga Tamás országgyűlési képviselő, a város alpolgármesterei, önkormányzati képviselői, a Fidelitas tagjai és azok a székesfehérváriak, akik fontosnak tartották, hogy elbúcsúzzanak azoktól így módon is, akik életüket adták a hazáért. Az, hogy a fiatalok emlékeznek, az nagyon-nagyon fontos, hiszen fel kell tennünk a kérdést az emlékezés közben. Miért is emlékezünk? Azért emlékezünk, mert példát látunk magunk előtt, és példát mutatnak azok a hősök, akik ezért a nemzetért az életüket áldozták. Ebből kell erőt merítenünk ma a mai küzdelmeinkben, hogy magyarok vagyunk, magyarok maradtunk, és minden erőnkre szükség van, hogy a mai világban, ami körülvesz minket, magyarok maradjunk, és elérhessük azokat a célokat, amiket kitűztünk. A fekvő katona szobornál Róth Péter alpolgármester mélyen szántó gondolatokkal emlékezett meg arad vértanúiról, majd a résztvevők elhelyezték a megemlékezés virágait.